Köszöntöm a Hírefem Rádió hallgatóit, a civil kört hallják, a műsorvezető Gajdi Csotto, és köszöntöm mai vendégeimet, Dési Zoltánt, Hoppál Hunort és Nagy Ervin. Szervusztok! Kicsit emlékezzünk vissza október 23-ára. Általában a nemzeti oldalon amúgy is ezt az ünnepkört úgy szoktuk megünnepelni, hogy az eleje ünnep, a vége november 4-én emlékezés gyász, úgyhogy bőven belefér, hogy egy kicsit értékeljük az ünnepi hangulatot, meg mindazokat, akik megpróbálták azt tönkretenni. Egyre elképesztőbb az, amit az ellenzék művel Magyarországon, de az, hogy egy nemzeti ünnepen nem tudnak ünnepelni, az engem mélységesen fölháborít, és hogy látom a különböző cikkek alatti kommenteket, nem csak engem. Ti ezt hogy értékeltétek, hogy láttátok? Hát ha már rám néztél, <laughs> én azon gondolkodtam, hogy amióta az eszemet tudom, mindig gond van október 23-ával, ugye a rendszerváltás előtt azért, akkor már a készültség volt, meg, meg oda kellett figyelni a, a közbiztonságra, a mikor be a rendőr, vagy voltak nehéz esztendők, de a rendszerváltás után, ugye mindenki mindenki vár valamit, az összes párt vár valamit október 23-ától, leginkább az a, a drága, jó kis ellenzékünk valami lehetőséget, arra, hogy bekerüljenek a médiába. Tehát itt ezt én úgy fogom fölölöl, október 23, vagy akár március 15 alkalmas arra, hogy rám figyeljenek, ugye nulla produktumon van, és igazából egy senki vagyok, de mégis ott van öt kamera, meg néhány újdondász, és fölveszik azt, hogy leüntönek egy dróthálót. Hát ez egy teljes abszurd. Hát, miért nem festették le? Nagyobb poé lett volna, szépen pemzlizik, tovább tart, de nekik a látvány kellett volna, mintha vér lenne. Tehát geresztenek egy olyat, ami, ami azért szégyen, mert 56-ban annyi vér folyt, annyi fért volt, ugye a költő is megénekelte, hogy arra asszociál az ember, és azt mondom, meg lesz ennek a bőtje aki ezt, ezt odafröcsköli, odavágja, meg fogja kapni a választóktól. És én ezt nem csak, nem csak hogy remélem, hanem hiszem, és tudom. Igen, tehát, hogy ez, amit az még guztustalanabb volt annak tükrében, hogy a palesztinok és a Hamas terrorja mellett tüntetők ezt a módszert használják ott élő zsidók megbélyegzésére Nyugat-Európa nagyvárosaiban. Tragikus. Hunra, te véleményed azért is nagyon izgalmas, mert ez a szeretetett balliberális banda azt hiszi, hogy az ifjúság velük van. hogy látod ezt az egészet? Hát az akkor egy ö, hamis interpretáció, azt gondolom. Mert a <laughs> diplomatikus. A, <laughs> tehát, a, tehát a momentumnak, mint kémiai vegyületnek a szintelen szaktalan gáz. Jelenlét a mi kis politikai palettánkon az teljesen egyértelmű, és azt gondolom, és azt tapasztalom egyébként hogy az ifjúság körében is. És láthatjuk azt is, hogy a momentumnak az ezirányú akció mellett, amiről most szóltatok, Ferenc testvére ledobta az atomot. Tehát Gyurcsány Ferenc bemondta, hogy a Demokratikus Koalíció 56 örököse, és nem tudom a hamuszín egek nem, nem sírtak föl, és nem szakadt le az ég valahogyan, de a vastagbőr az mindenképpen megmaradt. Talán úgy hozzátette volna, hogy 56 leverőinek az örökösei, mert ugye itt van rokoniszális rokoni szál is révén, amit az apák fiak gondolat mentén meg kell hogy nem az a baj, hogy Dobrev Klár, az unokája, hanem az a baj, hogy ugyanazt a vérbolsevik logikát követés egyáltalán nem hajlandó attól a gondolatvilágtól elszakadni és elhatárolódni. 56 örökösei, vagy 56 leverőinek örökösei, és itt még reflektálnék 2006 esetére, Uh, amit uh, visszatennék a kérdésed uh, mechanikájára is, hogy a fiatalok elé kell vinni ezt a történetet abból a szempontból, hogy 2006. október 23-án békés tüntetők szemét lövették ki, random embereket ráncigáltak ki Blaha Luisa téri és uh, vertek félholtra, uh, azonosító szám nélküli rendőrnek nevezett uh, valakik, és azt kell szerintem megmutatni mostanság mind a fiatalok számára, de egyébként a széles közönség számára, aki most ezt a tornacipős hülyeséget megpróbálja bevenni Gyurcsány Ferenctől, hogy manapság bárki teljesen szabadon a demokrácia keretei között tüntetett demonstrált elmondhatja a véleményt Magyarországon, szabad véleménynyilvánítás van, gyülekezési jog a tara Viszont Gyurcsány Ferenc Magyarországán, és hogyha úgy veszük ámblok a baloldal kormányzása alatti Magyarországon igenis tüntetéseket feretnek szét és lövetnek szét. Tehát Sőt, ez a Igen. Igen. Annyiból jön. mindenképpen csatlakoznék Hunorhoz, hogy ez egy valós probléma és ezzel foglalkozni kell. 2024-ben jön egy olyan generáció, aki akkor született és már szavazó korba lép, amikor ez a rendőrterror sajnos végig Magyarországon. Sőt, 2026-ban a következő parlamenti országgyűlési választásokon, már több mint 200 ezer olyan új szavazó lesz, aki még nem is élt akkor, tehát a rendőrterror után született. Mm. És hát tudjuk, hogy a magyar, és általában nem csak a magyar, hanem úgy általában az európai emberek politikai emlékezete is rövid távú, felgyorsult világban élünk, tehát ez, szerintem ez egy természetes folyamat. Tehát az emlékeztetés az nagyon fontos ezen az ünnepen, ez teljesen jogos. Amellett viszont, hogy lehessen politizálni 56 ügyén én teljesen megengedő vagyok. Tehát az, hogy párhuzamot vonjunk múlt és jelen között, szerintem az a világ legtermészetesebb dolga. Már csak azért is, mert ha nem lett volna 56 és nem, nem, nem élnénk szabad demokráciában, akkor nem is vitatkozhatnánk emlékezett politikai kérdésekről. Na de, azért vannak határok, morális határok. Tehát amikor, és most Karácsony Gergelynek a rendezvényére gondolok, ahol az úgynevezett pedagógus tüntetés is zajlott október 23-án Budapest ö, szívében. Amikor a színpadon lehet káromkodni, és ezt megtapsolják, amikor dehumanizálják Orbán Viktort, amikor Pintér Sándornak a bábuját szurkálják, amikor ö, verbálisan fenyegetőznek, és ezt megtapsolják, akkor azt szerintem átlépi azt a határt, amit ünnepként vagy megemlékezésként definiálunk. És most egy picit a filozófus hagy szóljon belőlem: ha az ünnep szent, akkor ez szentségtörés és a szentségtörőknek nincsen helye szerintem a közéletbe És ez ugyanúgy igaz Gyurcsány Ferencre, akinek a 2006-os rendőrterror után hát minimum csöndbe kellene lenni ezen a napon. A minap vezettem egy paláver műsort, és ott ugyanezt hozta föl az egyik SMS író, hogy teljesen elveszett ebből a rétegből a, a szentség és annak tisztelete. Tehát nekik semmi nem szent, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. Igen, Úgy és ö, ezt láthatjuk a közéletben, láthatjuk a tömegkultúrában is egyébként, láthatjuk a politikában, és hát ez mindennapi tapasztalatunk. Tehát Igen. van egy olyan ö, egyébként a politikában és a parlamentben jelenlévő közösség, mert ott vannak a parlamentben, akik ott sem tudnak viselkedni. Ugye én itt általános emberi magatartásbeli viselkedési mintákról beszélek, amit a baloldal felrúg. Tehát, hogy hogy viselkedünk egy ünnepnapon? Hogy beszélünk egy ünnepnapon? Egy szentségről, ugye volt szó, van nekik szentségük, egy, az álszentség. Tehát ez nekik alap. Én, ahogy elnézem, amióta a kommunisták itt vannak, mert még itt vannak, meg az utódaik, a még rosszabb, hogy át vannak festve, ezektől tényleg kiütést kap az ember. A gyilkos ült tort. Majd a gyilkos rehabilitálja, az áldozatát. Ő maga meg a mennybe megy, vagy bejut a paradicsomba, Begut. vagy pedig dicsekszik arra, vagy egyáltalán be, beveszi a... Az apró villában magát, ugye, az egy kisajátított, rabolt zsidó vadon beveszi, és onnan osztja az észt. Tehát olyan szinten tette tönkre a kommunizmus, nem tudom jobban mondani, a, a, a morált, az erkölcsöt, a tartást nem tűnik föl. Az a sok szerencsétlen tapsolónak, akibe elültették a gyűlöletet a nemzeti érzelmi kormány és emberek felé, azok nem tűnik föl. Ez a tragédia. Uh -huh. Újra kell építeni, rengeteg generációval kell megértetni, azt kell mondjam, hogy hogy, hogy hogy csak akkor van esély arra, hogyha fiataloknak, vagy, vagy te, mint a fiatalság képviselő, ezt, ezt elmondod, hogy meg is értsék, hogy vegyék a fáradtságot. Ha már, akkor arra is térünk vissza utalt a apák és fiúk problematikájára. Nem lehet felelőssé tenni, a fiút azért, amit az apja elkövetett, de itt a Gyurcsány házaspárnál más a helyzet. Ha Gyurcsány nem ripacskodna azzal, hogy ő Nagy Imrével beszélget, és állandóan Nagy Imrére eh, hivatkozik vissza, most is egyébként. Eh, előző napokban jelent meg egy ilyen őrülete, hogy ő beszélgetett a, a Nagy Imrével, és erre, meg arra, meg amarra jutottak. Szóval itt az látszik, hogy... Eh, ő pontosan, tudatosan akarja elterelni a figyelmet arról, hogy gyakorlatilag egy olyan villában lakik, amit ez az emlegetett nagyapa azért kapott, amit 56 után művet a magyar társadalommal, konkrétan Nagy inlével. Szóval innen kezdve ez nem olyan egyszerű, mint úgy általában az apák és fiúk kérdése. Na de nem is ez a lényeg, hanem az sokkal inkább, hogy elhangzott viszont egy miniszterelnöki beszéd, amelyik, hogyha nagyon el akarom egyszerűsíteni, akkor a szuverenitás kérdéséről szólt, hiszen 1956 legfontosabb öröksége az, hogy akkor is az szovjet tankokkal szemben is a magyarok összefogtak és küzdöttek a magyar szabadságért, a magyar önrendelkezésért, és ma is az egyik legfontosabb feladat ez, Moszkva, akkor tragédia volt, ahogy a miniszter erre fogalmazott. Most Brüsszel ennek egy gyenge halovány paródiája, de hát mégiscsak ki kellett jelenteni, hogy bár fütyül Brüsszel, mi nem vagyunk hajlandóak úgy táncolni, ahogy fütyül, sőt, ha nem akarunk, nem táncolunk, mondta a miniszterelnök. Akkor a beszédet egy picit értékeljük. Hát, meg kell, mondjam, elfogult vagyok. Tehát mindig arra gondolok, hogy igazából Orbán Viktor, amik hogy írja a beszédeit este, áthúzza ceruzával, még, még javít rajta, és író emberként figyelem a stílusát, a szöveg a tartalmat, az előadását is. Pontosan tudjuk, mikor vesz levegőt, vagy ismétel ragyogó előadó, nem véletlenül tud mozgatni milliókat, nem, tud, meg, nem véletlenül tudja megnyerni az embereket, és nem csak az előadás, mondja, hanem a tartalma. Tehát most is kaptunk újat, tehát a szuverenitás, időnként új fogalmak jönnek be ugye az életünkben, csak egy párat mondok, narratíva, aktor, játékos, ugye? Buborék. És, buborék, igen. Igen, most ugye szuverenitás, szuverenisták vagyunk, ugye? Ez nekem nagyon tetszik, mert ez ez kikerüli az, hogy nem vagyunk nacionalisták, bár mi nem lehetnénk, nem vagyunk de patrióták vagyunk, de a szuverenist ez tökéletesen fedi azt, hogy menjen mindenki a francba, aki be akar nekünk bármit tumálni, vagy mit csináljunk. Ez tökéletes, és ezzel meg lehet szólítani egy országot. Tehát ilyen szempontból is október 23-a nemzethez szólt, hogy én, én megnéztem be valami még kétszer, mert mindig, mindig újabb és újabb rétegeket veszek ki belőle. Azt is megértem, hogy hogy az ellenzék, ugye rögtön löki a szöveget, hogy bértapsolók, meg, me, meg, meg, buszokkal, hát könyörgöm. Hát, hát miért nem eltének busszal? Hát de <laughs> nem 40 kocsi megy, hanem egy busz. Tehát hát ez legyen az ő bajuk. Bocs, hihetek a szó. Hát igen, abból a szempontból csatlakoznék hozzá, Zoli, hogy egy időszerű terminológiai meghatározás ez a szuverenista jelző, vagy maga a szuverenitás küzdelem, mert tulajdonképpen most azt ugye szokták mondani, hogy ennek a jobb oldalnak, meg a bal oldalnak a kulturális, meg a gazdasági tengelye, és az ennek kapcsán történő identitás meghatározások azok talán most már fölül vannak múlva a globalista, szuverenista ellentét által, amit most tulajdonképpen tetten értünk az Európai Unión belül is, hiszen tehát ne fukarkodjunk a példákozásával, egy Manfred Weber, aki most az Európai Néppárt elnöke, zárójel kinyit, miért is léptünk ki ebből a közösségből, zárójel bezár, olyanokat mond, hogy nem létezik olyan, hogy nemzeti szuverenitás mindent az Európai Unió tagságunknak kell alárendelni, és tulajdonképpen az Európai Szuperállam megágyozásának kellene asszisztálnia elvileg szerintük ennek a 27 tagállamnak. Ugyanakkor itt van egy álláspont, a magyar álláspont, a Korábbi, reméljük, hogy nem csak korábbi lengyel de most a jelen állás szerint a, a kormányalakítás ennek is véget vethet a, a lengyel kiállásnak. Talán a régi új szlovák álláspont, hogy igenis egy nemzetek Európáját kell képviselni, és azt kell mondjam, hogy ez 2023 Európájában, a 2023-os Európai Unióban egy valódi szabadságharcosként értékelhető kiállás, hiszen ma már nem az a magát hogy nemzetállamokban gondolkodunk, hogy nemzeti létben, hogy országok függetlenségében és szuverenitásában gondolkodunk, hanem aki nem táncol a, a, fütyült Európai Egyesült Államok nótára, aki nem áll be a sorba, az jogállamisági eljárást és Megnézheti egyéb magát. vonhat maga után. Erően. Hát van ennek egy történelmi mintája, a magyar történelem tele van ilyen szuverenitás küzdelmekkel, úgyhogy a szó lehet, hogy új, de maga a küzdelem nem. Tehát ha mondjuk széchenyi idézem, akkor ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy a saját tengely körül forgó Magyarország ideája. Az önerőből működő ország. Tehát ez már akkor is egy fontos program volt. Ulyan. És valóban 56... Az a forradalom is gyakorlatilag erről Hát szokt. azért is, tehát 48, ugye az is forradalom és szabadságharc volt, 56 is forradalom, és szabadságharc, Én mert ő. ne felejtsük el, hogy nem csak arról szólt, hogy egy szabadabb országot szerettünk volna, és itt jön a szuveneritás szó be ebbe a képletbe, hanem meg akartunk szabadulni a szovjet rabigától, a szovjet tankoktól, a szovjet elnyomástól, egy birodalomtól. Ugye ez volt 48-ban, 56-ban, és most is hasonlót érzünk, ha bár most nem hard eszközökkel, nem kemény eszközökkel, tehát nem katonákkal vannak itt a a megszálló birodalmista erők, hanem más eszközökkel, pénzügyi Szokték eszközökkel. Mondani, hogy nem a tankok, hanem a bankok. nem a bankok, <laughs> teljesen. Pénzügyi eszközökkel, igen, de szerintem tömegkulturális eszközökkel is. Erről is érdemes azért szerintem beszélni. És valóban, hogyha a beszédre visszatérünk, akkor ez egy szuverenista beszéd volt, ugyanakkor szerintem antikommunista beszéd is volt egyben, ami a Fidesznek egy nagyon fontos identitása, az, hogy antikommunista volt. 1988 óta ez egy. A a legantikommunistább pártról és közösségről beszélünk. És ez ma is égető probléma. És csak egy, egy érdekességet, a tapasztalatot, egy érdekes tapasztalatot hagyasszak meg veletek. Volt szerencsém nagy idézőjelben vitatkozni az ATV-ben, meg lehet nézni, hogy kikkel, most nem fogom megnevezni. Az egyik külügyminiszter volt és jobb jobboldalinak tartja magát. Az Antal kormányról beszélünk, és szememre vetették, hogy miért kommunistázott Orbán Viktor. Hát, bocsánat, tehát ha valamikor kommunistázni kell, az az 56-os megemlékezés, de, nem? De mert de. ez a veszély most is fennáll, mert a kommunizmus az most is bizonyos helyeken, akár a tömegkultúrán keresztül, egy neomarxista olvasatban, vagy a vók kultúrában újra támadás alá vette az országot. Tehát ugye szokták mondani, és mit Máriától származik ez az idézet, hogy a a marxizmus nyugaton találták ki, de keleten próbálták ki. Keleten bebizonyosodott, hogy nem működik, de nyugaton még azt hiszik, hogy működtethető. Mm. És most ezt éljük mm. meg. Igen, legutóbb azt mondta Schmidt Mária, hogy nekünk már sikerült lenni, legyőzni, nekik még nem. Ez így van. Megszületett a válasz is rögtön. Van ez a József Borrell, aki külügyi fő, micsoda? és biztos a politikai főképviselő. Főképviselő, igen. Mit csinál egy főképviselő? Hát, Na, mi, nem képviselő most, például, most például azt csinálta, hogy kénytelen volt reagálni Orbán Viktor beszédére, és azt bírta mondani, hogy senki nem kényszerít bennünket arra, hogy az unió tagjai legyünk, nincsenek itt most olyan tankok, amik erre rákényszerítenének bennünket, úgyhogy nem is érti a mi szuverenitás küzdelmünket szerintem Borel úr véleménye pont annyit ér, mint a enyém, vagy miénk, ugye hát mond valamit, nem főnökünk. Egyébként rettenetesen utáltam már korábban is az eurokommunistákat, valami miatt, nem tudom, úgy éreztem, amikor a nyugatról ugye cinkosak voltak a mi kommunistáinkkal, és, de ők vidáman szabadságban, akkor még még igazi szabadságban éltek, és és mondták, hogy mi a jó a baloldalban. Most ezek az emberek most is itt vannak. Ez a Borrell tipikus képviselője annak a, a saját országában már kikopott politikusnak, aki gyönyörű pályát fut be Brüsszelben, mert az egy olyan futottak még, senki nem figyelt Brüsszelre, csupa szintelen a jellettelen pártpolitikus, aki Brüsszelben funkciókat cserégett. Hol ez, hol amaz? Én úgy tudom megfogalmazni, hogy a Borella, a spanyol szocialista munkás párt tagja volt 1900 éve. És ez az ember itt van a nyakunkon, itt van a nyakunkon, és, és, és nem is tudom tényleg, mit csinál. Amikor beléptünk az EU-ba, akkor ugye értéket értéket választottunk, egy gazdasági közösséget, de nem arról volt, szó, hogy kioktatnak minket politikai fejtágítókat, meg hogy, hogy, hát mi nem kell, hogy kilépjünk az EU-ból, hát mindjárt elmegy az EU mellettünk. Maradunk természetesen, csak ők a saját bajaikkal. Igen, Igen, Igen. Hunor, te már utaltál arra, hogy itt gyakorlatilag az Európai Egyesült Államok hagymázas eszméjét próbálják a gyakorlatba átültetni. Ezért vagyunk útba? ezt nehezményezik állandóan velünk szemben, hogy teljes mi mértékben. ezt nem akarjuk? Teljes mértékben. Tehát látszik, kirajzolódik előttünk ez a vélemény diktatúra itt a nyugati politikai és médiatérben, hogyha megnézzük a folyamatokat és megnézzük a brüsszeli csúcsvezetőknek a nyilatkozatait, a tényleg Ursula von der Leyen bizottság nyilatkozatait, a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő nyilatkozatait, Manfred Weber nyilatkozatait, aki ugye az Európai Néppárt elnöke, de az Európai Szocialisták és Liberálisok nyilatkozatait is nézhetjük. Tehát a nyugat-európai mainstream egyértelműen pálcát tölt emellett az ide a mellett, hogy ők is ennek az európai szuperállamnak a létrehozásának a gondolatát képviselik, és aki ezzel szemben áll, az ellen induljon meg a gőzhenger, és bármi megengedett, és bármilyen eszköz, mint politikai, mint jogi zsarolási eszköz. És még Borrell úrra visszatérve, én, én megmondom őszintén, hogy a, hírt olvasva az a gondolat támad bennem, hogy én visszakérdeznék, hogy arról a Josep Borrell beszéltünk, aki egyébként a Hamász Izrael elleni brutális támadása után azt találta mondani, hogy a Hamászt külön kell választani a palesztin emberektől. És akkor ott kérdeznék vissza, hogy ez a Josep Borrell hol volt akkor, amikor Oroszország Ukrajna elleni támadása miatt nyugaton orosz művészeket bélyegeztek meg, valamint rúgtak ki állásukból. Hol volt ez a Josep Borrell, amikor eldöntötték azt, hogy az Európai Unióban orosz rendszámú járművek, tehát ö, 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 orosz állampolgárok autóval érkezve nem léphetnek be? És ö, hol volt ez a Josep Borrell, amikor egy olyan ö, kulturális kiírtási, egy, egy ilyen cancel culture kísérlet indult kollektíve az orosz nép ellen, amit tulajdonképpen a, a, kollektív bűnösség, mint olyan megjelenése óta, a náci Németország regnása óta nem láttunk. Hol volt ez a Josep Borrell? Itt merül a fel a kérdés, és a, az ő komolyan vehetősége is itt ezen a mérlegem méretű meg szerintem. Egyébként Gulyás Gergely mondta neki, hogy ő, neki sem, őt sem ki. senki arra, hogy hülyeségeket beszéljen. És megteszi. Igen. Valójában ugye itt van egy küzdelem az Európai Unión belül, ez a nemzetek Európája és az Európai Egyesült Államok eszménye, ezt már jól tudjuk. És ennek a konfliktusát érezzük. József Borrell ahhoz az oldalhoz tartozik, amely az Európai Egyesült Államokban hisz, ez egy nemzetek nélküli Európa. Megjegyzem, ennek is van filozófiai gyökere, sokkal előrébb, mint gondolnánk. Immanuel Kant ír az örök békéről, és talán az egy világpolgár vallomásai című munkájában is arról értekezik, hogy egy nemzetek nélküli Európában Megszűnének a háborúk. Na hát ez egy olyan utópia, ami nem jött be, és ami nem is fog bejönni, mert háborúk nem azért vannak, mert vannak nemzetek. Sőt, tovább megyek. Demokrácia csak azért van, mert vannak nemzetek, mert kontinentális szinten, Európai Unióban nem tudunk demokráciát értelmezni, nemzetállami szinten viszont tudunk demokráciát ö, működtetni. Hát ez De... jól látszik például, bocsáss meg, hogy közbekocsogok, abban, hogy az Európai Parlament, amikor elkezdett túl nyúlkálni a saját hatáskörén, és igazi parlamentként akart viselkedni, akkor az történt, hogy teljesen összemosódott benne jobb és baloldal. Ez így van. És le Tehát... nem lehetett választani, mert felszámolta a saját demokráciáját. Azonnal. És ráadásul ez életidegen volt a valósághoz és az igen. állampolgároknak az akaratától. Na hát visszatérve József Boráhez, hát őt, őt, őt én nem tudom, hogy kiválasztotta meg. Tehát szerintem neki nincs olyan felhatalmazása, demokratikus felhatalmazása, mint mondjuk Orbán Viktornak, vagy a magyar parlament összes képviselőjének, akire szavaztunk. Mm. És ugye itt ez lenne a kulcsa a dolognak. Mm. Sőt, az Európai Unió ahogy elmozdult, és ebbe ottóhoz csatlakozok, hogy mozdul egy olyan irányba, hogy áthágja már a a szerződéseknek a szövegét is. Ez is olyan dolog, amiről érdemes szerintem vitázni. Túlterjeszkedik, mint egy birodalmi lépegető megy előre, és, és azt érezni, hogy egyre inkább elszakad az emberektől, egyre inkább elszakad a demokráciától. A Fritz Tamás mondja, most már nagyon sokat idéztem, ma ez lesz az utolsó, uh -huh. hogy a hálózatosodás, ami Európában kialakult, az felülírja a demokráciát. És valóban ezt látjuk, hogy van egy intézményi hálós, hálózatosodás, meg van egy másik, ezek a úgynevezett NGO-k, de ezek egy tából lakomáznak, ezek egy gyökérből sarjadtak ki, uh -huh. és ők irányítják a politikát. Tehát olyan kérdésekről, amikről szavazni kellene, népszavazni kellene, és Magyarországon népszavaztunk is, bevándorlás. Ugye ez is ma témánk azokról ők nem akarják, hogy a nép szavazzon, hanem azokat ők ott eldöntik. Igen. Tehát van egy vízfej fölöttünk, ez, ez, a brüsszeli politikai réteg, nevezzük annak. Nagyon jó példa a birodalmi lépekedő monstrum, félelmetes, és igazából nem tudjuk mire jó. Ha megszűne, szerintem nem is vennénk észre, pontosabban észrevennénk az, hogy béke van, nyugalom van, nincsenek ezek üzenetések, fenyegetések, minden negatív van, mi jön onnan. Tehát miért jön onnan ennyi negatívum? Ezek internacionalisták, ugye globalisták, kommunisták, hasznos idióták, ugye na naivak, akik azt gondolják, hogy így most valami jót tesznek az emberiségnek, azért köze pont az ellenkezője történik, és mondjuk ki ügynökök. Ezek, ezek korrupt politikusok karriert szeretnének, kit egy fillérrel egy euróért vesznek meg, kit, kit százmillióért. Bőrönbe, meg bőrönbe, <laughs> igen. igen. És, a, milliót. és a többi azt látja, hogy engem is vegyenek már meg. Hát őt már megvették engem is, tehát ez így működik. <laughs> most ö, még egy picit ezen rágódjunk, hogy az amerikai Egyesült Államok az ugye úgy jött létre, hogy oda szabadon önkéntes döntés alapján ment mindenki. Ha volt, akit otthon üldöztek, az tény, de hogy pont oda ment, azt ő döntötte el. Itt miért gondolják azt, hogy ezt rá akarják tukmálni népekre, akkor ez ugyanúgy sikerülni fog? Te ezt hogy látjátok? Nem. Van ennek egyáltalán valami alapja? Mert a történelmi vonulatát, amit Ervin elmondott, azt értem. De miért gondolja bárki azt, hogy ezt itt meg lehet csinálni? Te a bevándorlásra gondolsz kifejezetten? Hát inkább arra, hogy, 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 Az hogy Európai a bizottság elkezd kormányként uh -huh. működni. Mert a, a kettő, kettő parlament... szerintem összefügg. Hát, Hogyne, abszolút. abszolút. Az európai kultúra sokszínű, tehát a nemzetek alakították ki. Van egy közös alap, ez a kereszténység. Vagy inkább a zsidó-keresztény kultúra, nevezzük Bocsánat, így. kivették az, az, az európai kitás. kartából tíz-valány évvel ezelőtt a legnagyobb megdöbbenésünkre, hogy egyszer csak elmaradt a kereszténység. Mint, mint, mint ezt definíció, ezt, hogy nem nem jelent előbb-előbb. Pedig, el szó, nem pedig el... El... Ar, az az alapja, anélkül nem lennénk ma se így, bocsánat. Volt, volt igen. olyan mondás, hogy, hogy Európa Persze. vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Volt. Igen, ez az alapító származik, Igen. és az Európai Unió az egy civilizációs projekt. Egy olyan civilizációs projekt, aminek megvannak a gyökerei. Ez az antikvitás, a zsidó és a keresztény kultúra. És úgy tűnik, hogy ezt, ezt árulják el. Oly, oly, módon, hogy vitatják ennek jogosságát. Sőt, megkérdőjelezik, zárójelbe teszik, vagy kidobják a kukába rosszabb esetben. És akkor itt jön be az, a visszakérdezésem, hogy egy ilyen helyzetben a multikulturális társadalom, mint utópia, természetesen megfordul az ő fejükben, mert már nem nemzetbe gondolkodnak. És elhiszik azt, hogyha ide érkeznek a bevándorló tömegek, akkor sokkal könnyebb megépíteni egy olyan egyesült államot, vagy bocsánat, egy olyan európai egyesült államokot, amiben már nem a nemzetek dominálnak. Tehát a kettő összefügg. Uh -huh. Mert nyilván egy lakosságcserét is látunk, és a lakosságcsere az nem más, mint a a, a régi nemzeti kereteknek a felazítása. De akkor miért, miért vagyok én ennyire elmaradott, hogy én azt gondolom, hogy ez inkább egy iszlám kalifátushoz vezet, nem pedig egy európai egyesült államokhoz. Itt lép közbe az a csúnya, zavaró kis akadály, amit úgy hívunk, hogy demokrácia. Tehát azt azért az európai embereknek a torkán még lehet lenyomni. Mert azért az európai emberek többsége nem érdekelte bele a gondolatban. Még annak ellenére sem, hogy Nyugat-Európában azért van egy ilyen kozmopolita, globalista zeitgeist, ami, ami átjárja akár Németországot, Franciaországot, vagy Spanyolországot is, de most csak hadd dobjak be egy, egy nevet itt, talán <kül> hallottatok felőle, egy Kalergi nevű úriember a 1930-as, 40-es, 50-es években. ő neki volt egy Páneurópa című munkája, amiben arról értekezett, hogy egy európai Egyesült Államokat kell létrehozni. Ugye a, a, a először az első világháború után, majd pedig a második világháború után vetette föl, hogy ez a, ez a, tartós békét ezt előirányozhatná annak útján, hogyha megszűnnének a nemzetek akkor, uh, akkor nem lenne uh, tulajdonképpen egymásnak feszülési ok, nem lenne uh, konfliktusos helyzet, és ezáltal pedig katonai konfliktus sem uh, szegélyezni mind Európát, mint pedig a nagyvilágot. Uh, ő ezt így látta, és ez a gondolat volt benne, és egészen konkrétan úgy fogalmazott, hogy erőszakot szít a nemzettudat. Tehát igazából ezt a kalergi gondolatot láthatjuk visszaköszönni most a 2020-as években, és ennek alapján próbálnak most itt politikát csinálni a nyugat-európai globalisták, csak annyit tennék hozzá, hogy itt vagyunk 2023-ban, és még mindig mindenféle befolyás és egyéb támadás ellenére egy nemzetállamokra épülő Európai Unióról beszélünk, és ez azt gondolom, hogy mindent megválaszol, hiszen erre van igény. Igen. Egyébként ez egész odáig elment ez a gondolat, amit te most idéztél a Kalergitől. hogy én hallottam egy antiszemitizmus és anticiganizmus kutatót, aki azt bírta mondani, hogy aki nemzeti alapon határozza meg az identitását, az potenciális tömeggyilkos. Azon logika mentén, amit azért elmondtál. És akkor ki kell végezni? Ugye de de ez, természetes? Ez itt ez maga a fasizmus. Igen. Vagy a kommunizmus, hogy akarod. Egyébként a Kalergéhez, én már, már, amikor ezt olvastam én is néhány évvel ezelőtt, ugye úgy gondoltuk, hogy ez valami idealisztikus baromság. Aztán mennyit követője lett. És nekem, szerintem nektek is elegen van a társadalom mérnökökből. Mindig kísérleteznek rajtunk. Rajtunk is, amióta élünk, ugye, mert ugye a rendszerváltás előtt már éltünk, de még nem állandóan kísérleteztek velünk. Ebből, ebből elegünk van, és szerintem ezt most már a nyugat-európai polgárok is észlelik, akik, akik elméláztak, elbambultak, de miért? Mert korábban 20-30 évvel ezelőtt nem voltak ilyen veszélyek, jól éltek, dolgoztak, utaztak, jöttek, mentek, hagyták a politikát nem érdek, azt se tudták, hogy kik a miniszterek vagy miniszterelnökök. Olaszországban évente volt tíz kormány, de ment a gazdaság. De most már a bőrükre megy a dolog, kénytelenek foglalkozni. Éppen ezért én nagyon remélem, hogy a következő fél év Nyugat-Európában egy olyan változást fog hozni, amelyre sajnos ez a szörnyű erőszak hullám, ami várható, mert sejtett, hogy a muszlimok abban a pillanatban, hogyha a Gázában történik valami, akkor szétszedik Nyugat-Európát, hogy akkor talán föleszménynek azok, akik a saját sorsukról fognak szavazni az Európai Uniós választásokon. Én ebben nagyon bízom, reménykedem. te is olyan naív és úrá optimista vagy, mint én. Mindig ezt a szememben, amikor ezt mondom, hogy de honnan szedem én azt, hogy Európában bárki is fölébred, és remény. bármilyen változás következik a jövőre, de a remény hal A remény <laughs> Menjünk is tovább, mert nagyon szorosan összefügg erről erre világosan rábutatott az, ami Nyugat-Európában történik, és te is utaltál rá, hiszen Elképesztő látvány, és, és hallani még borzalmasabb, hogy abban a, a Nyugat-Európában, ahonnan rendszeresen lenáciztak, leantiszemitáztak bennünket pusztán azért, mert nemzeti alapon politizálunk, ott, ott zúgnak az olyan, olyan ö, skandálások, amit én most nem is idéznék, hogyha megengeditek nekem. És és felszólítják a, a nagyvárosok polgármesterei az ott élő zsidó lakosságot, hogy lehetőleg ne használják vallási jelképeiket, ne menjenek úgy az utcára, mert nem tudják a biztonságokat garantálni. És, és előfordul, hogy nem merik iskolába vinni a gyerekeket, nem mernek már kimenni az utcára. És mindez azért, mert valahogy a baloldalon ez az egész globalista szemlélet, és az, hogy majd az ide jövő más kultúrájú, más vallású tömegek segítenek tönkretenni a nemzetállamokat, ez olyan szintet érte el, és olyan mértéket öltött, hogy, hogy most már semmi nem számít. Most már semmi nem szent. Most már semmi nem fontos. Csak az, hogy nekik igazuk legyen. És vannak rossz nyelvek, akik azt mondják, hogy azért nem meri Európa és a tagállamok, az uniónak a tagállamai egyértelműen elítélni például azt a Hamas terrort, amiről a magyar parlamenti határozat viszont egészen egyértelműen fogalmaz, mert hogy ott van olyan arab muszlim tömeg mindegyik országban, hogy várható, hogy rájuk borítják az asztalt, hogyha nagyon keménykednek. Ez valami dermesztő. Ettől én nagyon-nagyon félek. Igen, ezért, hogy én is idézek valakit, megboldogult Tordjá Józsefet, hogy most el fog válni a búza az ocsútól, Nyugat-Európában. Oda kell állni valahova. Mi egyértelműen letettük a keresztény kultúra és keresztény világ mellett a voksunkat. Abszolút letettük. Most jönnek a nyugat-európaiak, a, a fene nagy antifasiszták, akik egyszer csak azon kapják magukat már most is, hogy a, 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 a legvadabb, legvadabb ö, ö, tüntetőkkel, ö, terroristákkal kerültek egy oldalra. Ki kell, hogy derüljön, hogy most ki kicsoda? Unor? Hmm. Tényleg egyébként ö, már csak nem csak morális, hanem e, politikai kommunikációs e, szempontból is e, nagyon érdekes mondhatni e, furcsa fejlemény, hogy azok a brüsszeli politikusok, akik Oroszország, Ukrajna elleni támadása után, és egyébként azóta az elmúlt másfél évben folyamatosan Oroszország legyőzéséről, Moszkva minden áron való teljes mértékű politikai gazdasági tönkretételéről beszélnek, és hogy az agresszorral nincs egyezkedés, és nincs egyrészt másrészt ez a, ez a retorika a részükről. Ők, ahogy utaltál rá, egyáltalán nem hajlandóak egyértelműen a terror ellen, és egyértelműen a Hamász ellen nyilatkozatokat foganatosítani, És megy a másolás, megy az egyrészt-másrészt, és igenis ez egy időzített bomba volt ott 2015-ben, amikor több millió embert ellenőrizetlenül, korlátlanul, dokumentumok nélkül beengedett Nyugat-Európa, és azon belül is történelmi bűnként Németország hiszen ö, láthattuk már akkor is, hogy több vérzik ez a gondolat, láthattuk már akkor is, egyébként maga Angela Merkel is mondott olyat, még azt megelőzően, hogy multikulti megbukott, majd pedig ö, ő állt ennek az egésznek az éjére, furcsa módon, ez is megérte egy külön műsort. Ö, de aztán azóta ö, is láthattuk a, a terrorista támadásokat, ugye Párizsban a Bataclan ellen, a Charlie Hebdo ellen, illetve Németországban, és egyébként az Egyesült Királyságban is, és most ennél a konfliktusnál, csúsosodik ki igazán, hogy nem csak hogy nem merték elvinni a zsidók a gyermekeket iskolába, hanem tudtam a támadás utáni napokban sok helyen Berlinben, de egyébként Londonban is és Franciaországban is zsidó iskolák zárva tartottak, mert egyszerűen nem lehetett kivitelezni azt, hogy támadás nélkül és antiszemita atrocitás nélkül célba érjenek a gyerekek az oktatás intézménybe, és ez ha megnézzük ezt, hogy 2010-ben ha előre gondolkodunk, hogy, hogy mi lesz a jövőben, akkor ezt legfőképpen egy abszolútásnak láttuk volna. Mm. És igenis ki kell jelenteni, amit egyébként zsidó vezetők Magyarországon innen és túl kijelentenek, és az izraeli politikusok és vallási vezetők egyaránt, hogy Magyarország a béke szigete a zsidóság számára, és igenis összefüggésbe hozható ez azzal a döntéssel is, amit egyedüli és bátor, ha úgy tetszik, szabadságharcos politikai cselekedetként meg lépett a magyar kormány 2015-ben, hogy igenis a határokat mind jogilag, mind pedig fizikailag zárva tartjuk az illegális beáramlók elől. Igen. Ennek most lett meg a gyümölcse, ahogy most lett meg a bőtje a nyugat-európai politikán. Igen. Én olvastam olyan megfogalmazást is, hogy Magyarország az egyetlen szövetségese Izraelnek. Egyetlen, az az ország, hogy ki mert állni. Uh Zsidó-keresztény együttélés Igen. mellett és kultúr. Nagyon-nagyon ez fontos ezt kihangsúlyozni. Nyugaton meg azon vacilálnak, hogy PC-e azt kijelenteni, hogy a terrorizmus és az illegális migráció összefügg. Valaki szerint nem. Pedig a valóság szembe jön, ahogy a demokrácia ugye a valóság is, tehát ha ezt valaki nem látja, az vak, vagy pedig hülye, vagy gonosz, nem tudok másra gondolni. Tehát nem mondom azt, hogy minden bevándorló antiszemita, mert ezt nem mondhatom, de ez nem is igaz. Viszont az igaz, hogy a bevándorlásnak, a nyakló nélküli ideáramlásnak, a határok nélküli beengedésnek a következménye az, hogy az antiszemitizmus újra fellobbant Európában. Te nem idéztél, mert nem ildomos. De ha nem is idézzünk, azért azt a jelenséget felevelíthetjük, hogy a legutóbbi palesztin baráttüntetés, ami egy antiszemita tüntetésé változott Berlinbe, azt hozta magával, hogy zsidó üzletekre sárga csillagot festettek fel. Hm. Az ez is szürreális. Ezt se gondoltuk volna a második világháború óta, hogy ez megtörténhet Berlinben. És ezt nem a fasiszták csinálják most, vagy nem a nácik, bocsánat, ez így pontos, hanem ezt most a bevándorlók egy része teszik. Meg a melléjük át baloldali Ez a... érzelmű emberek és politikusok, akik valamiféle politikai hasznot remélnek ebből. Igen, nyilván itt benne van az is, hogy a szavazatok, mert azért itt olyan rétegről beszélünk, akik már másod vagy harmad generációsok, tehát rosszabb esetben van állampolgárságuk. Vagy számukra jobb esetben, mindenki döntse el, hogy ez jobb be vagy rosszabb. Ilyen. És ugye a szavazatukra számítanak Ilyen. ezek a baloldali pártok, ez az egyik. A másik, meg valóban ez az őrület a tömegkultúrából, amire Hunor is utalt, hogy, hogy tényleg azt gondolják utópisták, hogy, hogy, hogy ebből valami jó is kisülhet. De hát a valóság szembe jön, tehát azért azzal számolniuk kell a progresszíveknek, hogy miközben ők is másolnak, és nem állnak ki Európa értékei mellett, a zsidó keresztény kultúra mellett és Izrael mellett, és nem hoznak ilyen ö, határozatokat, mint a magyar parlament hozott, a, a közben ö, Európa nagyvárosait feldúlják. Tehát azért ezt a valóságot érzékelni kell lenni ke lele, mert, mert nagyon nagy baj lesz. Van ennek a nyilatkozatnak egy nagyon fontos mondata, és van még néhány perc, ezt beszéljük meg, hogy mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a terrorizmus ellen folytatott küzdelem államok, országok közötti háborúvá fajuljon, mert az már csak egy lépésre visz a világháború kitörésétől. Ezt hogyan értékelitek? lehetséges -e ezt megakadályozni? Hát bízunk benne, hogy igen. Egyébként csak egy gondolat, hogy Donald Trump volt az, aki az ábrahámi megállapodásokat tető alá hozta, az pont arról szólt volna, hogy az izraeli-arab konfliktust, a békés egymás mellett élést elősegítse, és a konfliktust pedig tompítsa. És ugye ez egy folyamat volt, amihez először az Egyesült Arab Emírségek, majd Szudán, Omán, Marokkó csatlakozott, de ez megrekedt, és most az a háború esványos. Tehát vannak, vannak, olvastam olyan megközelítést, hogy azért fegyverezték föl a Hamaszt, azért támogatták, hogy ezt a folyamatot általuk meg lehessen akadályozni, vagy legalábbis késletetni. Épp ezért fontos deeszkolálni és lokalizálni a konfliktust, tehát nem szabad, hogy túlterjedjen. Nyilván itt ez egy gyújtópont bizonyos szemszögből nézve, hogy most a többi ország ugye szólnak arról a hírek is, hogy Irán nagy mértékben támogatta a Hamászt, ugye Libanon és akár közvetetten Egyiptom szerepe is felmerülhet, hogy ez a többi arab ország beáll ebbe a küzdelembe, és egy ilyen összarab etnikai és vallási konfliktussá is fajul -e ez a zsidósággal szemben. Itt ez a kérdés, de úgy tűnik, hogy minthogyha kicsit Izrael megállt volna legalábbis most a szárazföldi offenzívát most Gáza ellen, elnapolták, most úgy tűnik, hogy ebből a szempontból hűlnek ilyen tekintetben a kedélyek. Bár Olyannyira... Hagy, bocsáss meg, de Parancsolj. a felvételünk idején arról szólnak a hírek, hát. hogy bement egy elit kommandó, de csak felszámolt egy, egy ottani terrorista sejtet, és aztán nem, ebből nem lett igazi nagy megszállás. Ugye Izrael arról, arról beszél, hogy a, hogy a Hamász kell legyőzni, tehát hogyha ez erre koncentrálódik és szűkül le ez a konfliktus, akkor remélem, hogy van esély a kiszélesedés megjelhatkalályozni. Meg Szerintem ez egy vágyálom, hogy ne, terebélyes, ne terebélyesedjen ki a közel-keleti háború, vagy ez a vágyálom, mert Izraelnek be kell vonulni a gázába. Tehát nem csak, hogy megbonták, ott egy közelkeleti keleti libanoni keresztény professzortól hallottam, és meg is győzött ott, a bibliai törvények az érvényesek de a szemet szemért fogad fogér. De nem a bosszú, hanem a büntetés. Ez a nyelv. Ebből ér, ha most nem vágnak vissza, nem vonulnak be Gázába, akkor az azt egy erőtlen senki házi ország. <laughs> tehát nincs mese. Abban a pillanatban bevonulnak Gázába, hogy kőkövön nem marad nyilván, és akkor eszkalálódik. Sajnos a háború. Tehát, tehát nem tudjuk ezt innen megérteni, nem tudjuk, mert más hitek szerint működik az a közel világ. Letelt a műsoridőnk, pedig uh, mindig a legizgalmasabb részt az ilyenkor érünk, amikor azt kell mondanom, hogy köszönöm nektek az értékes gondolatokat. Hallgatóimnak köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz civilkör, de addig is hallgassák a hírefemet a viszontalásra.